A húsvéti ünnepek utolsó estéjén, miután degeszre ettük magunkat sonkával és tojással, és lassan visszacsöppenünk a fárasztó munkanapokba, még egy utolsót szusszanhatunk a tévé előtt egy jó film társaságában, mint amilyen Dobókat a filmje, az El a kezekkel a papámtól, vagy a kedves animációs film a Nyúl Péter, vagy egy magyar kedvencel, a Pappa Piavel Szabó Kimöl Tamás és Nagy Feró főszereplésével. El a kezekkel a papámtól. TV2, 20 óra 25 perc. Az élénk fantáziával megáldott Dorka élete fenekestül felfordul, amikor megtudja, hogy özvegy apja újra nősül, ő pedig kap egy nem kívánatos mostohát Viola személyében. A kislány harcra kell a boszorkánynak titulált mostoha ellen, de ekkor apja egy táborba küldi őt, hogy ne üsse bele az orrát a felnőttek dolgába. A táborban varázslatos dolgok történnek, és nagyszerű emberek társaságában töltheti idejét Dorka, sőt talán a táborvezető hölgy, Eszter találkozhatna a lány apjával is. Nyúl Péter. Viasat 3, 21 óra. A laza, nagyszájú, kék jackis nyuszi, Nyúl Péter bármikor, amikor kedve szottyan, csak átugrál a szomszédba és jól lakik a veteményes kert finomságaival. Sőt, mi több, ha úgy alakul még bulit is rendez a házban, ám a szomszédok ezt nem nézik jó szemmel. Egy alkalommal annyira jól sikerül a parti, hogy Péter és kis barátai elfoglalják az egész udvart, de még a nappalit is. Pappa Pia. Prime, 19 óra. Papi egy kedves nyugdíjas, aki mindenkinek tartozik, de a törlesztés nem az erőssége. Szegénynek már nincs hol laknia, amikor egy ütött-kopott csónakházban húzza meg magát, viszont a szomszédja, Bizi egy menő diszkótulaj, aki egy buliplázát tervez a csónakház helyére. Az öreg segítséget kér unokájától, a Simlis Tomitól, aki barátaival egy romkocsmává alakítja a csónakházat, hát ha így sikerül megmenteni azt. Tomi azonban nem számolt az ellenség gyönyörű alvezérével, és mint tudjuk a szerelem nem ismer határokat. A Kék Lagúna. Szuper TV 2, 23 óra. Egy hajó a csendes óceán közepén San Franciscóba tart éppen, amikor tűz üt ki a fedélzeten, az utasok pedig mentőcsónakokkal próbálnak menekülni. Az egyik ilyen csónak elszakad a többiektől, a részeges tengerész pedig ül benne két gyermekkel, Richarddal és Emmelinennel. Mikor szinte már csak a csoda segíthet rajtuk, sikerül partot érniük egy lakatlan szigeten, ám pedig hamarosan a más világra költözik, így a két gyermek magára marad a veszélyes paradicsomban. Deep Impact. Paramount, 21 óra. Az amatőr csillagász Leo Biederman szenzációs felfedezést tesz. Egy kb. 10 km átmérőjű üstökös száguld a föld felé, menekülésre pedig csekély esély mutatkozik. Az emberek pánikba esnek, próbálnak eljutni az óvóhelyekre bármi áron, eközben pedig az amerikai kormány egy atomrakétákkal felszerelt űrhajót, a messiás küldi az űrbe, fedélzetén Spurgeon tenőr kapitánnyal és legénységével, hogy felrobbantsák az üstököst, így megelőzve a katasztrófát.